Nos, hát férfi vagyok. És amikor ez történt, 18 éves voltam. Azt terveztem, hogy elköltözöm az államunkból, amikor főiskolára megyek. De nem akartam valami nevetségesen magas összeget fizetni a hallgatói szállásért. Ezért anyu, meg én a Craigslisthez fordultunk jobb opciókért, találtunk is sok helyet az iskola környékén, reális áron. Hanem az, amit aztán kiválasztottunk, a hírhetsége miatt marad meg az emlékezetemben. Találtunk egy helyet havi 500 dollárért az iskola közelében, így hát azonnal lecsaptunk rá. Az iskolai tájékozódást megelőző napon a szüleim és én elautóztunk az iskolához, és kivettünk egy hotelszobát két éjszakára. Útközben üzenetet írtam annak a fickónak, aki megküldte nekem a szoba leírását, valamint a címet, ahová majd mennem kell. Meg kell jegyeznem, hogy én voltam az, aki megszűrte a lehetőségeket, még anyulinkeket küldött minden új megnyitásra. Az oda-vissza üzengetés közepette arra kért, hogy küldjek egy képet magamról. Rendben, nem sokkal ezután ő is küldött egy képet magáról. Ültem én is magamról, de a képét vizsgálgatva valahogy egy kicsit kezdtem kényelmetlenül érezni magamat. Különösen miután ő nem válaszolt egyik üzenetemre sem a kép elküldése után. Főleg, amikor azt kérdeztem, hogy melyik időpont felelne meg neki a hely megtekintésére. Később este beszélgettem apuval erről, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk megnézni a címet, még anyu a hotelben aludt és ekkora gyanúm beigazolódni látszott, mintha egy koszos ház köszöntött minket, és egy fehér kis teherautó parkolt mellette. Szerencsére hajnali kettő óra volt, így a tulajdonos nem látott meg minket. Másnap az iskolai orientáció után apu és én elmondtuk anyunak, mit fedeztünk fel. Arra jutottunk, hogy az iskolai beiratkozásomat elhalasztjuk az őszi szemeszterre, amíg nem találunk egy számomra megfelelő lakást. Lehetséges, hogy az a pasas azt gondolta, hogy én egy 18 éves lány vagyok, aki költözni akar, és hogy egymagam magam keresem fel a helyet, ahová költöznék. Amikor pedig fény derült arra, hogy férfi vagyok, rádöbbent, hogy azon terve, miszerint a prédája lesz egy 18 éves tinédzser lány, nem lesz kivitelezhető. Hogy nem menjek bele túl sok részletbe. Az első főiskolai évenben egy édes stílusú szobában maradtam. Ketten voltunk egy szobában, ketten pedig a másikban, és megosztottuk az ajtónkon kívül lévő fürdőszobát. Hogy rövidre fogjam. Az év végére az édes szobatársaim és én nagyon jól összebarátkoztunk, az én szobatársamat pedig kiközösítettük. A végére igazi gyűlöletes személy vált belőle. Elhatároztuk, hogy a másod évre együtt próbálunk meg lakást szerezni. Végül ketten maradtak közülünk egy szobában, és a harmadik személy egyedül lakott egy szobát. Az én szobatársam, Kóra volt eredetileg is a szobatársam. Kóra sok füvet szívott. Nem tudott soha úgy elmenni órára, hogy ne lett volna teljesen betépve. Nekem nem lett volna ezzel különösebb problémám, csak hogy én még csak nem is dohányoztam. A másik szobatársa, Szara is dohányzott, de csak nagyon kicsit. A másod évünk első néhány hete szuper volt, remekül megvoltunk, hanem aztán kóra teljesen megváltozott. Az első vészjelzés akkor villant fel, amikor megkérdeztem, nem takarná -e el magát, amikor kijön a zuhany alól. Zuhany után teljesen mesztelenül sétálgatott a szobában. Én pedig megmagyaráztam neki, hogy az engem mennyire kényelmetlenül érint. Úgy tűnt, nincs ezzel gondja. Az nem számított, hogy törölközött teker maga köré vagy mást. Csak ne sétálgasson teljesen mesztelenül a nap, kellős közepén egy aprócska szobában. Ezután következtek a bizarr esetek. Szara gyakran bejött és a padlón aludt kettőnk között. Sokat nevettünk az éjszaka. Aztán volt egy olyan éjszaka, amikor Szara úgy érezte valaki átnyúl hozzá, nagyon közelről, aztán simogatni kezdte a mellét. Ő maga megdermedt és színlelte, hogy alszik. Aztán egyszer csak kinyitotta a szemét és kóra bámult rá a teljes sötétségben. Telefon sem volt nála, csak mereztette a szemét. Tökéletesen ébren. Innen pedig a dolgok átmentek őrületbe. Torka szakadtából üvöltött az uhanyalat, és miután nem járkálhatott meztelenül, az összes szemérem szőrzetét kitépkedte a takaró alatt, még az ágyában feküdt, hogy vérezzen. Elkezdett tárgyakat ököllel ütlegelni, megismétlődően és gyakran hihetetlenül rossz indulatúan viselkedett az egész környezetével szemben. Amikor ezek a dolgok történtek, mint több időt töltöttem a tanulószobában, amely lent volt a folyosón, és amely egy személynek is alig volt elég. Kóra és Szereha szobába mentek, aztán láttam Szarát, törjöngve a tanulószoba ajtajához rohanni. Kérdezte, hogy bemehete. Integettem neki. Komplett pánikban volt. Miközben a tanulószobában voltam, korának teljes idegösszeomlása támadt azzal fenyegetőzött, hogy meg fog engem ölni, és ecsetelgette hogyan. Azt mondogatta, hogy meddig kell még rám várni, és hogy meg fog kötözni. Tárgyakat dobott át a szobán, és szörnyű dolgokat beszélt rólam és a családomról. Olyan szörnyűségeket, hogy Szára meg sem akarta azokat ismételni nekem. Eljutott odáig, hogy megöljön engem álmomban, vagy megkötözzön, amikor tanulok. Olyan rossz volt mindez, hogy Szara megdermedt félelmében. Amint Kóra elhagyta a szobát, és úgy döntött, hogy enni fog, Szara rohant hozzám, és elmondott nekem mindent. Állítólag már egy zsebkés is volt Kóránál. Azzal járkált fel alá, várva a visszatérésemre. Szobát váltottam, átköltöztem egy biztonságos szobába, az pedig teljesen felforgatta az életemet, hogy Kora meg akart ölni. Szara és én még mindig nagyon jó barátnők vagyunk és az év végén mindketten elmentünk máshová. Szára elhatározta, hogy meglátogatja korát kb. egy hónappal azután, hogy elmentem onnan. Kóra belekarcolta karjába a boldog szót, és össze-vissza a felső karját. Ismétlődően rossz dolgokat mondott arról, hogy szerinte az életének tönkretételét terveztük, miközben igazából mindent ő csinált. Ő volt az, aki megőrült. Igazán nem tudom, mi történt vele. Van néhány részlet, amit kihagytam, de akárhogy is, ez a személy igazi rémálommá változott. Győződj meg róla, hogy igazán ismersz -e valakit, mielőtt szobatársak lesztek. Soha sem tudhatod, kiben mi lakozik. Legyetek óvatosak. Ez a történet évekkel ezelőtt esett meg velem, de a mai napig a hatása alatt állok. A nyár végeztével diplomáztam a főiskolán még mindig együtt laktam a családommal. Egyik éjszaka későig fent voltam és csomagoltam, mert a barátaimmal kempingezésre készültünk. Hihetetlen hőség volt. Kinyitottam az ablakomat, miközben ültem, és hajtogattam össze a ruháimat. Hajnali kettő körül járhatott az idő. És a következő, amire emlékszem, hogy egy kéz jelent meg az ablak egyik repedésében. Sikoltottam, mire a kéz visszahúzódott megdermedtem, de a lényem másik része arra gondolt, hogy talán az öcsém akart megtréfálni. Felkeltem, és kinéztem az ablakon, és ekkor pillantottam meg egy férfi alakját. Engem bámult. Rohantam az öcsém szobájába, ahol éppen videójátékokat játszott. Kihívtuk a rendőrséget, akik jöttek és átfésülték a terepet. Nem találtak semmit, de figyelmeztették a szüleimet és engem, hogy minden ablakot, ajtót zárjunk jól be. Aztán elmentek mindannyiunkat megráztak a történtek, anyukám pedig úgy érezte, hogy a férfi vissza fog jönni. Kiderült, hogy helyes volt az intuíciója. Kiment és várakozott a hátsó verandán. Kb. 20 perc múlva egy feketébe öltözött férfit látott felosonni a hátsó udvarra a fák mentén. Egy darabig az egyik fa mögött rejtőzött, majd átfutott egy másikhoz, és a mögött rejtőzött el. Így lassacskán eljutott az ablakomig. Anyu valamit kiáltott neki, mire a férfi futni kezdett. A rendőrség ismét visszatért, de nem akadtak nyomára. Soha többé nem nyitottam ki az ablakomat. De még a függönyt sem húztam többé szét. A szüleim felszereltette egy mozgásérzékelő lámpát, és ezzel úgy tűnt vége is az ügynek. Hat hónappal később egy barátnőm és én összeköltöztünk egy külvárosi apartmanban. Nagyon izgatottak voltunk, hiszen ez volt az első hely, ahol teljesen magunk lehettünk. A lakás nem volt valami nagy szám, de annyira érdekes volt megint a városban lakni, csak mi ketten. Egy hátránya volt csak. Nem volt itt. Csupán utcai parkolás. A következő néhány hét folyamán a kocsimat kétszer is feltörték. Semmit sem vittek el belőle, de egy szár rózsa hevert az anyósülésen. Ez eléggé rémisztő volt, de éber akartam maradni, biztonságban. Igyekeztem mindig a bejárat közelében parkolni, a lámpák alatt. Ezt azonban nem minden esetben lehetett kivitelezni, és sokszor inkább távolabb, a sötétebb utcákban találtam parkoló helyet. A dolgok e ponttól egyre inkább fokozódtak. Legalább hetente egyszer feltörték a kocsimat. Legtöbbször hagytak ott virágot, amit én a földre dobtam, hanem egyszer aztán egy férfi alsóneműt hagytak ott, ami pedig még ijesztőbb, egy csomag tucirózt, a kedvenc édességemet. Ez arra mutatott, hogy ez az ember valószínűleg személyesen ismer engem. Ezek után mindenkire gyanakodni kezdtem. Mindenkivel szemben paranoiddá váltam. Volt egy mosókonyha az apartmánunk alak sorában. Egyik nap lementem, hogy felhozzak egy adag, már megszáradt ruhát. Miközben hajtogattam őket, észrevettem, hogy a bugyijaim és a melltartóim eltűntek. Úgy értem, teljesen nyomuk veszett. A következő héten nálam járt egy fiú haverom az iskolából, a látogatása folyamán pedig kiszúrták az autója a broncseit. Amikor az első levél megérkezett, már terveket szőttem, hogy hová lehetne elköltözni innen. A levélben leírta az illető, hogy már évek óta szerelmes belém. Olyan dolgokat írt le, amelyek bizonyították, hogy már régóta figyel engem közelről. Át tudtam adni egy barátnőmnek a lakásbérletemet, és egy másik barátnőmhöz költöztem a város másik végében. Ez egy biztonságos épület volt, a laksori garázsa, amely csak a lakók számára volt elérhető. Jóval nagyobb biztonságban éreztem magam, és a kifizetett többlet pénz igazán nem volt nagyára ára lelki nyugalmamért. Néhány hónapig nyugalom volt. Aztán a szobatársamnak lett egy fiúja. Kezdettől fogva mindannyian óvakodtunk Esli udvarlójától, azért is, mert a MySpace-en ismerkedtek meg. A másik ok az volt, hogy az új barát Matt extrém módon jó képű volt, és bár Esli igazán nagyszerű lány volt, azért mégsem lehetett olyan típusnak nevezni, aki egy ilyesféle fiúnak tetszik. Ashley nagyon izgatott volt, sohasem volt barátja, és most úgy érezte, eljött érte a mesebeli herceg. Én bizarnak és ijesztőnek találtam, mert a másik oldalon állva csak furcsán mosolygott, és soha nem kapcsolódott be abba, amiről beszélgettünk. Amikor az eredeti zaklatásom elkezdődött, töröltem a MySpace-emet, de készítettem egy hamis fiókot, hogy többet meg megtudjak metről úgy tűnt, egyik barátját sem igazán ismeri a való életben. Csupán önmagáról voltak képei, a többi információ pedig csekély volt. A barátnőimmel óvatosan próbáltuk elvenni Ashley kedvét a mettel való randizástól. Gyakorlatilag nem tett semmi rosszat, mégis valahogy furcsa volt. Ashley pedig azonnal átment védekezőbe, és lezárta a beszélgetést. Mert egyre több időt töltött a lakásunkban, én pedig mindenféle kifogásokat találtam ki, hogy ne kelljen hazamennem. Egyszer, amikor munkából jöttem haza, ott találtam Mettet a díványomon. Sört ivott és egyedül volt. Eslit behívták dolgozni, és azt mondta neki, hogy csak lógjon itt nyugodtan, amíg ő haza nem ér. Mérges voltam, mert egyáltalán semmi időt nem akartam vele tölteni. Ezért lekaptam egy sört a polcról, és a szobám felé tartva bevágtam az ajtót. Körülbelül 30 perc elteltével kopogott az ajtómon, és azt ajánlotta, hogy nézzünk együtt tévét, és ismerjük meg jobban egymást, mert hogy mindketten szeretjük Ashley-t. Nem akartam, de aztán arra gondoltam, talán mégis meg kellene próbálnom. Berakott egy filmet, amire igyekeztem fókuszálni, mert nem akartam beszélgetni. Egy ponton aztán kinéztem metre, aki szintén felém kacsingatott. Mosolyogva. Odavetettem. Mi az? Mit nézeget? Ő pedig csak folytatta a mosolygást és azt mondta. Nem tudom. Csak nem hiszem el. Mit nem hiszel el? Kérdeztem. Erre nem válaszolt, nézte tovább a filmet, még mindig mosolyogva. Fogalmam sem volt róla, hogy miről beszél, de a közelségétől testszerte felállt rajtam a szőr. Kimentettem magamat és magamra zártam az ajtómat. A következő hónapban különféle kifogásokkal maradtam távol otthonról, és az olyan tevékenységektől, mint az alvás, az zuhanyozás és az öltözködés. Mert már gyakorlatilag nálunk lakott, és egy csomó cuccát áthordta Ashley szobájába. Nem akartam már megint elköltözni, de azért más opciók felé nézegettem fél éves évfordulójukon egy nagy csokor virágot találtam az asztalon, és egy már kinyitott boríték feküdt mellette. A szememet forgattam, és már távozni akartam, de aztán arra gondoltam, megnézem, mit írhatott neki ez a fura alak. Amikor kinyitottam, a szívem ki akart ugrani a helyéből. Már a szavak elolvasása nélkül is reszkedtem. A kézírás szakasztott ugyanaz volt, mint amit az én zaklatom küldött. Bizonyítékként megtartottam, és most előbányáztam az írósztalomról, hogy összehasonlíthassam őket. A kézírás egyedülálló és azonosításban segíthet, mert határozottan az én zaklatom volt. Felhívtam a rendőrséget. Majd, amikor már úton voltak, Eslit is felhívtam kérve, hogy azonnal jöjjön haza. Azt mondta, dolgozik, de jön, amint tud. Féltem megmondani neki ezt a dolgot, mert tudtam, hogy össze fog törni. A rendőrség felvette a vallomásomat, aztán Eslihez mentek hiszen ő tudhatta a legtöbb információt szolgáltatni a barátjáról. Végül közölték a hírt. Ashley állítólag felhívta Mattet, és hagyott neki néhány tomboló üzenetet, még úgy is, hogy a zsaruk a lelkére kötötték, ne mondjon semmit. Ezek után Matt teljesen eltűnt. Nem volt sehol még olyan sem, aki legalább hasonlított volna rá. Ashley sohasem volt nála, mert hol azt mondta, barátoknál húzta meg magát, vagy pedig, hogy pénzt próbál összekuporgatni egy európai utazásra. A családja a keleti államokon kívül élt, Esli pedig sohasem találkozott a barátaival, mert azt állította, hogy összevesztek, mert hogy ő túl sok időt töltött Eslivel. A végén minden hazugság volt. Egy idegennel randizott. Őszintén szólva még azt sem tudtuk, hogy mert volt-e az igazi neve. Az volt a habatortán, amikor átnéztük Matt cuccait. Mindent itt hagyott, amikor eltűnt, és Esli meg én elhatároztuk, hogy átnézzük a holmiát. -e. Volt ott egy málhasság, tele sportruházattal. Az egyik rekeszben pedig vagy tíz képe volt rólam. Mindet valahonnan a távolból fotózta, kivéve azt, amelyiken aludtam. A képek aktuálisak voltak. Ebben az apartmanban készültek. Néhány vissza volt dátumozva a szüleim házában történt incidens előtti időkre, ami rámutatott, hogy az ott látott férfi is ő volt. Ott volt két pár hiányzó alsóneműm, és kilelt a hideg annak gondolatára, hogy vajon mit művelhetett a többivel. Aztán volt ott egy Starbucks pohár, rajta vörös lenyomattal. Egy nyaklánc, amiről észre sem vettem, hogy elveszett. Néhány random beteges szuvenír. Annyira ijesztő volt ez az egész, Sajnos a rendőrségnek sohasem sikerült a nyomára akadnia. Úgy döntöttem, hogy elfogadok egy tengeren túli lehetőséget, amit már fontolgattam, és kiszabadulok innen, amilyen gyorsan csak tudok. Sajnos Esli és én gyorsan elszakadtunk egymástól. Nagyon nehéz időket élt át, tekintve, hogy az első szerelme egy komplett pszichopatának bizonyult. Bennem volt némi mögöttes harag, hogy hittem meg hazugságainak. És engedtem, hogy beférkőzzön az életünkbe. Nem tudom, mi volt ez a végjáték. Meg akart volna sérteni engem vagy egyszerűen csak elégedett volt azzal, hogy bejuthatott az én világomba. Azt hiszem, sosem fogom megtudni. Megváltoztat, ha valaki zaklat téged. Bárhol voltam eddig a világban, mindig visszanéztem a vállam fölött, és a mai napig nem kapcsolódik semmiféle közösségi médium a valódi nevemhez. Ha találgatnom kellene, azt mondanám, hogy ő most valószínűleg egy új nőt zaklat éppen. De valahányszor visszalátogatok a szülővárosomba, mindig ideges vagyok és aggódom, nehogy már újra felbukkanjon. Az remélem, hogy ez sohasem fog megtörténni. Felébredtem az éjszaka közepén visszaemlékezve erre, és úgy éreztem, ki kell adnom magamból a történteket. Amikor kb. 16 éves voltam apám, a bátyáim és én egy öreg lepukkant házban éltünk a semmi közepén. Privát bérlemény volt ez. A bátyám dolgozott a házi úrnak, hogy ki tudja fizetni a bérletünket. A házi úrunk nem volt éppen különösen rémisztő, de azért mégis annak kellett valahogy lennie, mert sohasem jöttem ki, ha apuval tárgyalt és úgy sem mert volna semmit sem csinálni a pám előtt. Egy nap egyedül voltam otthon. Apu és a bátyáim elmentek valahová, már nem emlékszem pontosan hová, a kutyám pedig kint volt az udvaron. Valamit játszottam a szobámban, talán a sims -szel. A semmi közepén laktunk, volt egy hosszú kocsi felhajtónk, amelyre egyenesen ránézett a hálószobám ablaka. Nem hallottam, és nem is láttam, hogy bárki ráhajtott volna a kocsi felhajtóra, de aztán megláttam egy autót, amely nem apué volt kiakadtam. Leeresztettem minden redőnyt, eloltottam a lámpákat, és ellenőriztem az ajtókat, hogy zárva vannak-e. A házi úrunk volt az. Kettő mérföldnyire lakott a házunktól. Igen, ez volt a hozzánk legközelebbi ház. Nem ez volt az első eset, hogy váratlanul megjelent. Kétszer megtörtént már, és mindig olyankor, amikor egyedül voltam itthon. Az első két esetben alig tíz percet volt itt. Körbejárta a házat, majd gyorsan eltűnt. De ez most más volt. Megragadtam egy nagy konyhakést, és elbújtam a konyhaasztal alá. Hallottam, ahogy az autójával behúz elénk, majd kinyitja a főkaput. A kutyám odakint valósággal megőrült, vadul ugatott. Hallottam, ahogy kiabál neki valamit, és hallottam a lépteit, ahogy az ajtóhoz jött. Halára váltam, amikor próbálta kinyitni a bejárati ajtót. Ekkor üzentem a punak aki egyenesen hazaindult, de hát az is egy órát vett igénybe. A házi úr folytatta a ház körüli sétát, megpróbált minden ablakon bekukucskálni. A ház régi, három ajtaja van, és hátulról is be lehet rajta menni. Az összeset megpróbálta, arra gondoltam, hogy talán nem tudja, hogy itt hon vagyok, és az elmúlt két eset talán csak a véletlen műve. Csak hogy elkezdett olyasmiket mondani, amelyek között a nevem is szerepelt. Tudta, hogy egyedül vagyok otthon. Nem igazán hallottam a dupla téglafalak mögül, hogy mit beszél, de csendben átosontam a házon, és követtem a hangját végig a folyosón. Próbáltam kivenni, mit mond. És ekkor mondott valamit, amit sohasem fogok elfelejteni. Fel fogom gyújtani ezt a házat de téged előbb kiengedlek. Persze nem vettem komolyan. Ami még jobban megijesztett az volt, hogy azt akarta, menjek ki. Azt akarta, hogy vegyem komolyan a fenyegetését. És éppen ez az. Pontosan tudom, mi történt volna, ha komolyan veszem a fenyegetését. Egészen más lenne akkor az életem. Legalább fél óra hosszat ott volt sőt, csak nem egy órát, mert nagyon kitartó volt, aztán elment, mielőtt tapu megérkezett volna. Mindent elmondtam neki, és nem sokkal azután elköltöztünk. A mai napig nem tudom honnan tudta, hogy egyedül vagyok otthon. És apu sosem látta őt felhajtani a kocsi felhajtón. Ő tudta, hogy apu elment, mivel nem volt autó a kocsi felhajtónkon. De honnan tudhatta, hogy én nem vagyok apuval? És miért viselkedett így? Ez a dolog két órával ezelőtt történt. Én 26 éves nő vagyok, a barátom pedig 36 éves. Elhatározta, hogy elmegy a boltba olajért. 45 percet kellett vezetnünk a legközelebbi európai boltig, amely a város durvább részén volt található, de csak náluk kaphatók azok az ételfélék, amelyeken felnőttem. A családom és én Ukrajnából valók vagyunk, de most már Amerikában élünk. Mindig kihívás volt, hogy megtaláljuk az autentikus ételeket, és itt voltak a nekünk leginkább megfelelő márkák. A háromsávos úton vezettünk, és rá kellett térnünk az U alakú középszakaszos sávok egyikére. Rátértünk egy balra tartó sávra, és hirtelen a jobb oldali sávban egy fekete autó tűnt fel nagy sebességgel, és csak nem nekünk jött, ahogy átverekedte magát a mi sávunkba. A barátom és én sokkot kaptunk, de aztán az autó megállt a zöld lámpánál, ami az U alakú sávhoz vezetett. A barátom gyengéden dudált neki, Jelezve, hogy indulhatna. Ők indultak is, mi pedig jobbra fordultunk a parkoló irányába, a boltunk felé tartva. Azonban az autó csak levágott minket, ráfordult két újabb sávra, majd behajtott ugyanabba a parkolóba, agresszíven terelgetve minket hátulról, közben pedig ráfekve a dudára a barátom úgy döntött, hogy egy kicsit tovább hajt a helyet, hogy egyenesen a bolt előtt parkoljon le. Ekkor jöttem rá, hogy az autókamerája, amely általában előről és hátulról vesz vezetés közben, most nem volt bekapcsolva. Rákoppintottam, azt gondolva, hogy ettől majd elkezdi a felvételt, de nem. Rájöttünk, hogy valami módon elvesztette a kapcsolatot a kocsival. Amint a barátom próbálta kibekapcsolni, a fekete autó megállt mellettünk. Három fiatal férfit láttam benne ülni, kb. 18-20 évesek voltak, afroamerikaiak. A vezető lehúzta az ablakot, és valamit kinyújtott rajta, én pedig pánikban sikoltoztam a barátomnak, hogy indítson már, gyerünk, gyerünk. Ő a gázra lépett, a fekete autó utánunk. A barátom hirtelen nekiállt fánkokat csinálni, a parkolóban, azaz körbeforogni az autóval, miközben én pánikban visítoztam, hogy hívja a rendőrséget. Sikerült tárcsáznom a 911-et miközben a barátom az utolsó fánkot csinálta. A fekete autó tovább üldözött aztán minket, közben pedig már csak 3-4 háztömnyire voltunk a rendőrségtől. A 911 operátora kérdezte, hol vagyunk. Én pedig a pániktól dadogva próbáltam leírni a környéket. A barátom, aki valaha Uber-taxis volt, és jól ismerte a környéket, oda kiáltotta az útnevét, amelyen áthaladtunk. A fekete autó még követett minket, de aztán valószínűleg rádöbbentek, hogy merre tartunk, és hirtelen félrefordultak egy random útra. Egy bizonyos ponton a hívás megszakadt, de az operátor azonnal visszahívott minket, és vonalban maradt velem, amíg meg nem érkeztünk a rendőrségre. Elmondtuk, mi történt. A rendőrtiszt kedves volt, még azt is felajánlották, hogy elkísérnek minket a boltba, hát ha azok az emberek újra felbukkannak. Megmutattuk nekik a csúszásnyomokat a parkolóban, amin viccelődtek, és minden rendben volt. A rendőr elvégzett némi papírmunkát, miközben én gyorsan elvettem egy napraforgó olajat, amit vásárolni akartam, a barátom pedig most először kipróbált egy autentikus szlávfagylaltot, és egyetértettünk abban, hogy sokkal jobb, mint az amerikai fagylalt. Úgy döntöttünk, rövidre zárjuk a napunkat. Köszönetet mondtunk a rendőrnek, és hazamentünk. A barátom azt mondta, hogy csodált, amiért ilyen hamar tudtam helyesen dönteni. És hogy még a rendőrséget is hívtam, amikor pedig tudta rólam, hogy négy évvel ezelőtt két vámtiszt bántalmazott, ami miatt rettegtem attól, hogy a rendőrséget hívjam és beszéljek velük. De abban a pillanatban annyira féltem attól, hogy lelőnek, hogy nem volt más feladatom, mint hogy a barátomat biztonságban tartsa. Sem. Annyira féltem, hogy valami történik vele, hogy fájtam melkasom, és annyira boldog vagyok, hogy már biztonságban vagyunk. A barátom már nevet, mondván, hogy végül bebizonyosodott, hogy az első kerékvezetésű autók nagyon jók a fent említett fánkcsináláshoz. Ez a borzalmas dolog körülbelül 15 évvel ezelőtt történt. 20 éves voltam és egyedül éltem. Hazajöttem a munkából, ellenőriztem a postámat, mint általában. Találtam egy lepecsételt levelet. Egy címzetlen boríték volt az, benne pedig két jegy egy koncertre, és egy levél. Egy szerelmes levél. A levélíró érzelmei irántam világosak voltak. Valami ilyesmit írt. Találkozzunk a koncerten. Addig eltitkolom a kilétemet, amíg nem találkoztunk. Biztos vagyok benne, hogy meglepődtél. Olyas valaki vagyok, akit ismersz. Akkoriban volt barátom, és fogalmam sem volt róla, ki írhatta ezt. Egy pillanatig arra gondoltam, hogy talán megnyertem valami versenyt, vagy ilyesmi emlékeztem, hogy belefogtam egy ilyenbe. De aztán az is eszembe jutott, hogy csak ma reggel fogtam bele abba a versenybe. Tehát a jegyek semmiképpen sem kerülhettek még aznap este a postaládámba. Valami nem volt itt rendben, így nem mentem el a koncertre. Arra gondoltam, hogy ha ez tényleg olyas valaki, akit ismerek, akkor úgy is leleplezi magát előttem, és esetleg bocsánatot kérek tőle. És ha az illető egy tisztességes és kedves személy, akkor meg fogja érteni az óvatosságomat. A koncert után egy nappal egy fenyegető külleműlevelet levelet láttam a postaládámba begyömöszölve. Miért nem jöttél el? Te hülye! Ne tettest, hogy nem érdekel! Az első levél úriemberhez méltó volt, ez viszont pontosan az ellentéte. Akkoriban még nem volt ilyen gyakori a mobiltelefon. Amint hazaértem a munkából, éppen abban a pillanatban, ahogy becsuktam a bejárati ajtót, a telefonom csengett. Felvettem. A másik fél azonnal letette. Ez gyakran megtörtént. Nem kapok telefonhívást vagy levelet minden áldott nap. Ez szokatlan volt. A következő héten vagy három-négyet kaptam. Ez vagy három hónapon keresztül ment. Annyira ijesztő volt, hogy végül elköltöztem. Végre békesség. Legalábbis azt gondoltam. Egy hónappal azután, hogy új helyre költöztem, elkezdődött megint ugyanaz a dolog ezúttal nem volt telefonhívás, de megint találtam címzetlen borítékot a postaládámban. Sem a feladó címe, sem a neve nem volt rajta. Tehát nyilván személyesen dobhatta be nekem az illető. Ezek után nyilvánvalóvá vált, hogy van egy zaklatóm. És ez a zaklató megtalálta az új otthonomat. Nagyon megijedtem. Elvittem a levelet a rendőrségre, és beszéltem egy rendőrtisztel. Hagyja figyelmen kívül a másik felet. Ez a legjobb, amit tehet a rádöbben, hogy maga nem törődik vele, abba fogja hagyni. Ez a tanács semmit sem old meg, gondoltam magamban. Nézze, mondta a tiszt, az egyedül élő nők gyakran lesznek magányosak, és az egyedül álló hölgyek hajlamosak arra, hogy ártalmatlan dolgokat felnagyítsanak. Nevetett azt gondolva, hogy képzelődöm, visszagondolva azokra a napokra, a zaklató szót nem ismerték Japánban valami széles körben. A törvények nem olyanok voltak, mint manapság. Nagyon szomorú voltam, hogy meg sem próbálnak segíteni nekem. Olyan volt az egész, mintha a zaklató oldalán állnának. Megint el fogok költözni, gondoltam, de a barátom és én akkoriban már házasságról beszéltünk. Így hát visszaköltöztem a szüleim házába. A szüleim és én ugyanazon prefektúrához tartoztunk, de nagyon messze laktak tőlem, így a munkába ingázni igazi fájdalom volt de azt gondoltam, legalább megszabadulok az zaklatomtól. Ahogy tévedtem, mészárlás és vérontás állt számomra már a küszöbön. Végeztem a munkával és a vasútállomás felé indultam. Egy férfi állt a utamat. Amikor meg akartam kerülni, ő is arra az oldalra lépett, amikor pedig a másik irányba fordultam volna, ő is arra fordult. Fölém tornyosult, rám bámult, az álla leesett, a száján keresztül lélegzett. Ez ő, ez az én zaklatom, gondoltam, de nem ismertem fel. Miért nem jöttél el, motyogta. Egy pillanatig fel sem fogtam, mi az ördögről beszél, aztán eszembe jutott. A jegyek. Tudtam, hogy választ vár, de egyetlen szót sem voltam képes kinyögni. Csúcsidő volt, mindenfelé emberek voltak körülöttünk, nem féltem, de megijedtem. Kockázatos volt ez. Azt feleltem mély és nyugodt hangon. Kérem, lenne szíves elengedni? Az emberek erre mindegy szálig néztek. Csak hogy ekkor az én zaklatom tett valami szokatlant. Megfordult és elfutott a forgalmas utcán. Aztán a szemem láttára elütötte egy autó. Azt gondolhatnátok, hogy ez szívtelenség, de ahogy hazafelé utaztam a vonaton, arra gondoltam, hogy ez nem az én hibám. Bizonyos mértékig boldog voltam, hogy a zaklatás megszűnt. Csodálatosképpen életben maradt. A zaklatók egyik kollégája látta, és azt mondta, hogy olyanok voltunk, mint a perlekedő szerelmesek. És amikor a zaklatót leütötte az autó, azt mondta, hogy úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, és csak elsétáltam. Ez a plegyka elterjedt a zaklató kollégái között. A cégemnek és a vele egy láncolatba tartozó cégeknek minden évben van egy sportnapja. Egy amolyan barátságos vetélkedés. Emlékszem, beszélgettem néhány emberrel, de sok ember volt ott, akikre nem emlékszem. Állítólag egy ilyen alkalommal találkoztam az aklatommal. Általában jól szoktam arcokra emlékezni, de őt nem ismertem fel. Megtudtam, hogy hetente néhányszor bejött az én cégemhez. A személyzeti osztályon dolgozom, rejtve, egy apró irodában, tehát nem gyakran találkozom emberekkel, kivéve azokat, akikkel együtt dolgozom. A plegyka azonban nőttön nőtt körülöttem. Azt mondták, hogy gyakran találkoztunk munka után. Persze, hogy tagadtam ezeket a hamis állításokat, és csak a tényt hangsúlyoztam, miszerint zaklatás áldozata vagyok. De nem vagyok. Meggyőződve arról, hogy bárki is hit volna nekem. Még egy újabb sok vált rám. Dobtak. Bár a barátom és én nem voltunk hivatalosan eljegyezve, már megvolt a dátum, hogy mikor mutat be a szüleinek a szülővárosában, és ekkortól hirdettük volna ki az eljegyzésre vonatkozó terveinket. De a plegykák az ő fülébe is eljutottak, mielőtt megérkeztem volna hozzájuk. Mint már mondtam, az aklató okozta szenvedés nem volt jól dokumentálva Japánban. Azt mondták, Biztos mutattam valami jelét annak a -e fickó esetében, hogy van esélye nálam. Valahogy én adhattam neki a rossz ötletet. Én vagyok az oka mindennek, még ha azt is gondolom, hogy nem volt köztünk semmi. Rám kényszerítették ezt a bizalmatlanságot. A barátomat rábeszélték a szülei, hogy szakítson velem. Nem akartam elhinni. Menekülni akartam, újrakezdést akartam. A munkahelyemet is ott hagytam. Már majdnem húsz éve, hogy ez történt. És az zaklató okozta sebeket még mindig frissnek érzem. Azon terveim, hogy keményen dolgozom, aztán férhez megyek, oda vesztek. Levontam a következtetést, egyedül fogok maradni. Ez 10 évvel ezelőtt történt, amikor 23 éves voltam. Férfi vagyok, és egy nagyobb város külvárosában élek az államokban. A város relatíve békés és nyugodt a bűnözési ráta alacsony és az emberek barátságosak. Kötöttem néhány barátságot a környékemről, és mindig olyannak láttam a várost, ahol szabad lehetek. Azonban egyik este minden megváltozott. 2013 szilvesztere volt, és a kerti székemben ülve vártam a szomszéd tűzijátékát. Minden évben csináltak ilyet, és minek vennék magam tűzijátékot, ha nézhetem mások show műsorát. Szóval ott ültem a kocsi felhajtónál, sört iszogattam, amikor sikoltozást hallottam az utcáról. Ne feledjük, hogy hajnali kettő óra volt, amikor az emberek jobbára alszanak. Aztán megláttam egy nőt befordulni a sarkon, amint ajtókon dörömböl, és sikoltozik, hogy engedjék be, mert segítségre van szüksége, és mert valaki üldözi. Nagyon idegesnek látszott, és úgy nézett ki, mintha verekedett volna valakivel. E pillanatban indította el a szemben lakó család a tüzi játékot, és mindenki bent volt. Bevittem a kerti székemet, és bementem, hogy bezárjam a bejárati ajtót azon vitatkozva magammal, hogy hívjam-e a rendőrséget, vagy ne. Körülbelül három perccel később a nő, aki sikoltozott, az én ajtómon kezdett dörömbölni. Elmagyarázta, hogy egy bizonyos fickó üldözi őt, és mindenképpen be akar menni. Az én házam úgy helyezkedik el, hogy lelátok az utcán, és így pedig senki más nem láttam az utcán, csak is ezt a nőt. Nem vagyok az a típus, aki elutasít valakit, akinek segítségre lenne szüksége. Ám ezzel a nővel valami nem volt rendben. Valami azt mondta nekem, hogy az egyetlen személy, aki itt veszélyben van, az én vagyok. Könyörgött nekem, hogy engedjem be, én pedig azt mondtam, hogy nem tehetem. Viszont a rendőrséget ki tudom hívni, ha ő is így szeretné. Elutasította az ajánlatomat, és továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy engedjem be, csak éppen most követelőzőbb tónusban. Még egyszer nemet mondtam neki, és még azt is, kérem, hagyja el az ingatlanomat közelebb hajolt hozzám, és öt szót mondott, amelyek mindörökre kísértenek engem. Ön a megfelelő döntést hozta. A viselkedése pedig teljesen megváltozott. Nem sikoltozott többé, és stresszeltnek sem látszott. Megfordult és eltűnt az éjszakában a házamból. Soha nem láttam még azt a nőt addig a napig, és nagyon remélem, hogy nem is fogom többé. Egész életemben úgy véltem, hogy egy kedves, rendes városban lakom, de bizony lehet, hogy túlbecsültem. Mondhatjuk, hogy a félelmetes dolgok éjszaka történnek, mert akkor történnek, különösen szilveszterkor. Ezzel azt akartam megmutatni, hogy sötétedés után nem történik semmi jó.